Szilveszter éjjelén sok minden történik. Többek között különböző fogadalmak születnek meg. Van, aki a dohányzásról akar lemondani, van, aki pedig a túlsúlytól akar megszabadulni. Utóbbi a köre rendre megjelenik az edzőtermekben, január hónapban, vagy ahogyan Sáros Pataki személyi edző mondja, a fogadkozások havában. Rengetegen jönnek, akik ilyen-olyan fogadalmakat tettek szilveszterkor. Vannak ilyen visszatérő fogadkozók, akik mindig megjelennek januárban a teremben, és február, legfeljebb márciusig tart a lelkesedésük. A szakember szerint a pezsgő mellett kijelentett fogadalmakkal az a fő gond, hogy nem tartósak és átgondoltak. A legtöbben gyorsan, átgondolatlanul, kevés energia befektetéssel akarnak egészségesek lenni. A régi díszletek között kezdjük el az új évet, és ezeknek a fogadkozásoknak a súlya aztán elkezd növekedni. Eljönnek 3-4 edzésre, és még semmi eredmény. És akkor rájönnek arra, hogy 10-15 kilót ledobni bizony nem egyszerű történet, és ilyenkor kezdenek ezek a fogadkozások nyomasztóvá válni, a mindennapos kis stresszeinket növelik tulajdonképpen, és még nem egy ilyen észszerűnek látszó döntéssel gyorsan megszabadulnak tőlem, és természetesen így a visszarendeződés hamar bekövetkezik. Az ember a szokások rabja, a szokásoktól pedig főként hirtelen ötlettel vezérelve nehéz megszabadulni. Régi szokásainkat megváltoztatni, ami tulajdonképpen biztonságot jelentik a mindennapjainkban, azokat nagyon-nagyon nehéz, és tulajdonképpen egyedül nem is nagyon szokott sikerülni. Nem véletlen, hogy a fogyókúrázóknak, vagy az újrakezdőknek a 95%-a elbukik, és tulajdonképpen csak az 5%-a sikeres ebben a témában. A szakember azt is elmondta, a türelemmel, átgondoltan, szakember segítségével megvalósuló életmódváltás alapja a valódi célkitűzés. Ezt a jó tanácsot nyugodtan megfogadhatják.